Nagy Gábor és Víg Bence önkéntesként vettek részt a Horvátországban megrendezett famászó Európa-bajnokságon. Mellettük a magyar csapat versenyzői is megmérettették magukat. Ugyan a végső eredmény még nem született meg, de szépen teljesítettek a faápolók. Nagy Gábor pedig bezsebelhette a legjobb önkéntesnek járó elismerést. Össze vagyok kantározva az ággal, ugye az akkor ez így megfeszül. Itt, és akkor jöhet a kézműzéses mozdulat, amikor levágom az ágat. Magyarországon 2014 óta rendeznek versenyeket faápolóknak, a megmérettetéseknek korábban Budapest, Szeged, tavaly pedig Leányfalu adott otthont, ez utóbbival sikerült kvalifikálni az EB-re. Magyarországról 3 férfi és 1 női versenyző vehetett részt a horvátországi kihíváson. A famászó versenyek az arboristák, vagyis a fák gondozásában jártas specialisták munkakörülményeit szimulálják a terepen. Mi gyakorlatilag faápolással foglalkozunk, illetve is, mert fakivágást is végzünk. Ez azt jelenti, hogy mi a városi környezetben foglalkozunk a fákkal. Tehát ami nehezen megközelíthető, sok a érték alatta, veszélyes munka. Ez különbözik annyiban az erdőn végzett munkától, hogy ott nem igazán másznak föl a fára, nincs rá szükség. Itt viszont nekünk muszáj felmenni a koronában és ott dolgozni. A verseny során a résztvevők kötél segítségével mozognak a fán, aminek különböző lépései vannak. Elsőként egy súllyal feldobják a fa egy magas pontjára, aztán behúzzák az úgynevezett alpin kötelet, amivel dolgoznak. Ezen a versenyszámon kívül aztán több is vár a résztvevőkre. Az egyik az, hogy ezen a kötélen, ami be van húzva mondjuk a fán egy villába, ott akkor ki tud minél gyorsabban beszerelni és fölmászni. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen Forma 1-es versenyszám. Ott nagyon szigorúan mérik az időket, és más nem is igazán számít, még az, hogy biztonságosan végezze mindenki ezt. A másik gyors versenyszám az egy kicsit ilyen a jó kedvért felelős, úgy mondanám. Ott akkor gyakorlatilag egy biztosítással előre kijelölt úton felmászik az ember a fán, mindenféle egyéb eszköz nélkül. Ez nagyon látványos és szórakoztató. Emellett van 2 fő versenyszám is, a mentés és a munkamászás. A verseny izgalmán túl a bajnokság felhívja a figyelmet a környezettudatosság fontosságára, és népszerűsíti a fenntartható városi faápolási gyakorlatokat.